Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép! Isten népe, ébresztő! Isten áldjon meg benneteket, nagyon nagy szeretettel és örömmel köszöntelek ezen a csodálatos és áldott napon. Remélem, hogy jól keltetek, remélem, hogy az úrban telik majd ez az egész napotok, és most is nagyon jó, hogy Istennel kezdünk. Örülök, hogy részt vesztek a Rajtás rapszódiájának a reggeli műsorán, hallgattak bennünket és néztek ez nagyon nagy áldás számunkra, és köszönjük szépen. Kriszpásztor mai üzenetének a címe, van felmagasztalás a számodra. A Jobb 22-29 azt mondja, hogy ha megaláznak, felmagasztalásnak mondod azt, és ő, az az Isten, az alázatost megtartja. Manapság nem szokatlan hallani bizonyos kijelentéseket, mint nem tudom, mi történik. A dolgok rosszra fordulnak mindenhol. Az emberek többnyire csüggettek. Te ne csatlakozz ehhez a csoporthoz, akik így beszélnek. Te Isten gyermeke vagy, a te életedettől különbözik. Más szabályok szerint játszol. Erre mindig emlékez. A Biblia szerint, hogyha megaláznak, felmagasztalásnak mondod azt, és Isten az alázatost megtartja. Megfigyelted, hogy Isten elmondja, hogyan reagálja, mikor aggodalom, homály és lehangoltság vesz körül? Ő kinyilvánítja, mit kell ilyen esetekben mondani van előmenetel, felemelő erő van benned, egy erő, amely felemelés az élet krízisei felett tart. Tehát ahelyett, hogy csatlakoznál a panaszkodókhoz, jelensd ki, hogy felmagasztalás vár rám, dicsőség Istennek. Amikor azt mondod, hogy felmagasztalás, tudod ezt mit jelent valójában? Ez növekedést jelent egy alacsonyabb pozícióból egy magasabb pozícióba előléptetést társadalmi szinten és a környezetedben. Továbbá véget vett minden akadálynak vagy ostromnak, amit ellenséges erők okoztak az életedben. Ez azt jelenti, hatálytalanít, visszafoglal, minden tartozást érvénytelenít, még egyszer mondom, ilyen a felmagasztalás, hogy mindent hatálytalanít, minden ellenséges erőt hatálytalanít, visszafoglal és minden tartozást érvénytelenít. Egy felmagasztalás vár rád Isten csodálatos ereje által. Van bármi más, ami miatt meg neheztelnél. Esetleg, fizik, ez, esetleg fizetésemelésre vagy előléptetésre vágysz a munkahelyeden. A Biblia szerint, mert nem napkelettől, sem napnyugattól is, nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Zsoltárok 75.6. Ez azt jelenti, hogy a felmagasztalás Istentől jön. Csak tudd, hogy jön a felemeltetés, dicsőség Istennek. Talán elkövettél egy hibát, ami miatt abba a pozícióba kerültél, amelyben most vagy. És azt kívánod, bár csak másképp történtek volna a dolgok. Az Úr a te szabadítód. Szegezd a tekintetedet őre, ne nézz a problémáidra. Szegezd a tekintetedet magasan a mesterre. Ő kiemeltéged téged ebből a nehézségből. A Biblia szerint felemeli a porból a szegényt, és a sárból kihozza a szűkölködőt, hogy ültesse hatalmasok mellé, és a dicsőségnek székét adja neki. 1 Sámuel 2.8 az angol New King James alapján. Legyen áldott az Úr. Tehát azt mondja még egyszer itt az utolsó igeversünk, felemeli a porból a szegényt, és a sárból kihozza a szűkölködőt. Hogy? képzeld el, a szegényt és a szükölködőt ültesse a hatalmasok mellé, és a dicsőségnek székét adja a szegénynek és a szükölködőnek. Tehát Isten így gondolkozik, Isten másképp gondolkozik arról, hogy, hogy mi számít sikernek az életben, és Istennél nagyon meglepő fordulatok is lehetnek. Tehát azt gondoljuk, hogy az életet csak fizikai tényezők és lelki tényezők és a körülmények irányítják, rá kell jönnünk előbb-utóbb, hogy ez, ez, ez egyáltalán nem így van, hanem az, élet, az életet uh, Isten uh, irányítja akkor, hogyha az ő kezében van az életünk, és akkor nem kell félnünk semmitől. Tehát uh, amikor a te akarod megtartani a dolgot, akkor valóban igen nagy erőfeszítés kell ahhoz, hogy sikerüljenek bizonyos dolgok, de amikor Isten kegyelmére támaszkodunk, akkor megszűnik az erőlködés, megszűnik uh, az a fajta, Nehézség, ami ami nyomja az embert, terheli és, és igákat tesz, vesz az ember magára, hogy elérjen bizonyos dolgokat, de Isten az, aki felemel. Az alázatosnak pedig kegyelmet ad, és felemeli az úr az alázatost, és a büszkéknek és a kevélyeknek pedig ellenáll. Így tehát az a helyes magatartás, hogyha az, hogyha valóban uh, Isten megtartja az alázatost, mondja a kezdő igénk is. És a megalázatást is felmagasztalásnak mondod. Mondd a is felmagasztalásnak az életedben. Ne úgy tekints a megalázásra, valaki megaláz, valaki lenéz, kibeszél, ezt csinálja, azt csinálja veled. Ne azt mondd, hogy engem mennyire megaláztak, hanem, hanem tekints úgy arra, hogy ez a felemelkedésedet fogja szolgálni. Akár látod, akár nem, akár érzed, akár nem. Imádkozzunk és mondd velem együtt. Drága atyám, köszönöm, hogy biztosított felemelő erődet az életemben nem csüggedek el a körülöttem lévő kihívásoktól. Ehelyett kijelentem, hogy haladok, előre megyek, nagyszerűen fejlődök életem minden területén. A nagyobb él bennem, és ő tett engem nagyobbá, és magasabb rendűvé, minden betegségnél, bizonytalanságnál, inflációnál, és az ördög minden munkájánál győztes vagyok Jézus Krisztusban. Halleluja, halleluja is. Amen. Így van, és ez lesz a te életedben is, az Úr Jézus Krisztus nevében. Nagyon örülök, hogy velem tartottatok. Isten áldjon titeket. Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő!